14 milliárd forint értékben fejleszt a Dunaújvárosi papírgyár. Február 28-a óta tűzgyújtási tilalom van érvényben. Jubilált a kapcsolda. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. Újabb fejlesztést hajt végre a Hamburger Hungária Kft. A 14 milliárd forint összértékű technológiai beruházáshoz 1,6 milliárd forinttal járul hozzá a kormány. A külügyminisztériumban tartott sajtótájékoztató keretében jelentették be, hogy városunk nagy papírgyára, az osztrák Princhorn vállalatcsoporthoz tartozó Hamburger Hungária Kft. 14 milliárd forint értékben fog technológiai beruházást végrehajtani. Bencs Attila, a Hamburger Hungária Kft. Ügyvezetője arról szólt, hogy a cégcsoport elkötelezett Magyarország iránt. A Dunaújvárosi gyárban, ahol 100%-ban hulladékpapírt használnak fel alapanyagként, az elmúlt 10 évben mintegy 500 millió euró értékben hajtottak végre fejlesztéseket. 2014 óta a kormány stratégiai együttműködő partnereként is létezünk, és ennek a partnerségnek azért sok lényeges eredménye van már. Többek között egy modern erőmű, amelyik biomasszát és ipari hulladékokat is tud használni tüzanyagként. Néhány energetikai és hulladékgazdasági szabályozás kilakításában is igyekeztünk Magyarország versenyképességét az európai térségben javítani. Most egy újabb lépés valósul meg, amely növeli a cég versenyképességét. Cserna Gábor polgármester úgy fogalmazott, a Hamburger Hungária Kft. Nekünk, dunajvárosiaknak fontos tényező, hiszen a város és a régió egyik legjelentősebb és legfelelősségteljesebb gazdasági szereplője. Komoly partnerként tekintenek a vállalatra, és önkormányzati szinten is a lehetőségeikhez mérten támogatják a cég folyamatos bővülését. A Hamburger Hungária Kft. A térségben azon túl, hogy 400 főt foglalkoztat, azon túl meghatározó társadalmi szerepvállalással is bír. A 400 főre nem úgy tekintek, mint 400 jól képzett munkaerő, munkavállaló, hanem egyértelműen 400 családra kell Dunaújváros vonatkozásában tekintenünk. Olyan cég, amely a munkavállalóit meghatározóan a városból, illetve a térségből foglalkoztatja. A most bejelentett, több elemből álló fejlesztéshez nyújtott állami támogatás feltételeként a cég vállalja, hogy árbevételét és bértömegét a 2022-2026-os időszakban együttesen 30%-kal növeli a létszám megtartása mellett. Ehhez a technológia intenzív beruházáshoz, amelynek nyomán új gépek és új technológia beszerzésére, illetve bevezetésére kerül sor. Magyarország kormánya 1,6 milliárd forintos visszanemtérítendő készpénz támogatást biztosít. A sajtótájékoztatón jelen volt dr. Dorkuta Lajos, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke, valamint dr. Galambos Dénes, ipar és területfejlesztésért felelős miniszterelnöki biztos is. A Fejér megye területén lévő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében 2019. február 28-ától általános tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tilos tüzet gyújtani a kijelölt tűzrakóhelyeken, az erdők és fásítások határától számított 200 méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokon, a közút és vasút menti fásításokban. Továbbá tilos a parlag és gazégetés is. Ennek ellenére sajnos több tűzesethez is riasztották többek között a Dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat is az elmúlt héten. Hétvégén Dunaújvárosban is jelentősebb tűzoltói beavatkozásra került sor, amikor 2 lakókonténer gyulladt ki, valamint a környezetében lévő 10 szalmabála, és mintegy 300 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet. A Dunaújváros hivatásos és a Solti hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat. Az egyik 5 négyzetméteres lakókonténerben a tűz során egy propánbutángáz palack is felrobbant. Elhúzódtak a munkálatok, hiszen ezeket az áthízott szalmabálákat a tűzoltó kollégáknak szét kellett bontaniuk és vízzel áztatniuk annak érdekében, hogy a mélyebben izzó részek ne tudjanak ismét nagyobb tüzet okozni. Hétfőn pedig Mezőfalvára vonultak nagy erőkkel a tűzoltók, ahol vasúti talpfák és raklapok gyulladtak ki 200 méter hosszan, körülbelül másfél méter magas tömbbe rendezve. A tűzeset során 3 fa villanyoszlop is elégett, valamint a talpfák, a raklapos tömbök közelében 2 hektáron égett a száraz aljnövényzet és a bozótos. Nagy erőkkel vonultak a tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sárbogárdi, a solti, a pusztaszabolcsi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók folytották el a lángokat.
A tűzvédelmi korlátozások megszegése bírsággal sújtható, amely az okozott károk megtérítésén felül az előidézett káresettől függően 20 000 forinttól 3 millió forintig is terjedhet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdőtűz.hu vagy a www.katasztrofavédelem.hu honlapon elhelyezett térképen tájékozódhatnak. 10. alkalommal rendezték meg a Bánki Donát szakképzési intézményben a Kapcsolda elnevezésű rendezvényt, melynek célja, hogy a fogyatékkal élők és az egészséges diákok közösen eltöltsenek egy délutánt. A zenével, kézműves foglalkozással fűszerezett programra a Jó Szolgálati Otthon lakóit hívták meg. A Jó Szolgálati Otthon lakóinak és a Bánki Donát szakképzési intézet diákjainak közös zenélése színesítette a 10. immáron jubileuminak számító Kapcsolda elnevezésű délutánt, melynek megálmodója az iskola egykori diákja volt, aki egy újságban hallott erről a kezdeményezésről. Amikor elkezdtük, akkor ugye még nagyon újdonság volt, és igazából úgy kicsit félve vágtunk bele, de bíztunk benne, hogy ebből hagyomány lesz, és hát én elsősorban szerintem Vada Zsuzsanna tanárnőnek, és hát az iskolának köszönhető, hogy ez ebből hagyomány lett, és még mindig él, mert pont azt számolgattam idefele jövet, hogy mi szerintem 4 kapcsolódát csináltunk meg, és ez most már a 10. év, tehát már több zajlott le nélkülünk, mint velünk, úgyhogy igazából ez már messze túlmutat az akkori osztályon, és igen, így nagyon hálás szívvel gondolunk vissza az iskolára és a tanárnőre is. És a tanárnő valóban azóta is évről évre lelkesen viszi tovább a programot, és igyekszik minél több diákot bevonni a nem mindennapi kezdeményezésbe. Beszélgetünk róla előtte, általában én szoktam nekik egy ilyen kis rövid tájékoztatót tartani, nem csak a programpontjainkról, hanem hogy ezt az egészet hogyan kezeljék. Be szoktam menni az osztályokhoz, és beszélgetünk egy kicsit róla. Jól kezelik a gyerekek egyébként, hál' Isten nagyon rugalmasak a diákjaink is, illetve hát nagyon szeretik a vendégeket. A vendégek meg visszatérő vendégek, úgyhogy nagyon szívesen jönnek hozzánk, és újra találkozunk. Még a legelső kapcsolódáról is vannak itt ismerőseink, úgyhogy nagyon élvezzük a közös programot, a közös együttlétet. És ez úgy tűnik hagyománnyá válik, hiszen a programmal nem titkolt pedagógiai célja van az intézmény vezetésének. Én szeretem ezt a szót, hogy érzékenyítés, tehát érzékenyé váljanak az embertársainkkal, úgyhogy itt főleg inkább ezen van a hangsúly, hogy megismerjék azt, hogy milyen egymás fogyatékkal élő, vagy bármilyen egyéb hátránnyal élő embernek az élete, és megtanulják azt a mi gyerekeink, hogy nem csak egészséges gyerekek vannak, akikkel lehet játszani, hanem bizony bármilyen hátránnyal induló az életben, bármilyen hátránnyal élő gyerekekkel is nagyon jól együtt tudnak játszani, és ez nagyon jó példa ez a kapcsolat. És ezt a szemléletet a bánkis diákoknak sikerült is elsajátítani. Mondták, hogy lesz az, és akkor én megmondtam, hogy akkor én eljövök, mert engem ez nagyon érdekel, meg én igazából úgymond szeretem őket, mert semmivel nem másabbak, mint mi. Max kinézetre, azt kész. Szerintem fontos, hogy ők is részesei legyenek a nagy közösségnek, amiben hát, a legtöbb ember benne van, és őket is ebbe bele kell venni, és hogy ne érezzék úgy teljesen, hogy ők különbözők, és hogy egyenrangúként kezeljük őket. A rendezvényre a legkülönfélebb korosztályból érkeztek a Jó Szolgálati Otthon lakói, akik évről évre nagy örömmel jönnek el a Kapcsolda délutára. Interaktív gyermekkoncert várta az érdeklődőket a Munkásművelődési Központban. Radványi Balázs, Kossuth Díjas zeneszerző, előadó művész klasszikus és kortárs versekkel szórakoztatta a kicsiket és nagyokat egyaránt. Radványi Balázs, Kossuth Díjas énekes zeneművész Dallamkaland címmel tartott interaktív előadást gyerekeknek az MMK Színház termében. A gyermekkoncerten megzenésített klasszikus és kortárs versek szerepeltek. A művész célja megismertetni és közelebb hozni a fiatalabb korosztályhoz a költészetet. A gyakorlat pedig az évek alatt kialakult. Fűszerezem a megzenésített verseket, a saját kompozícióimat, mondókákkal, illetve olyan mesékkel, hiszen itt is a népmese ponton vagyunk, én itt pont ezen a ponton állok, hogy a gyerekeket ez is érdekelje, és nem az a cél, hogy a
gyerekek szintjére, a ébredező tudásuk szintjére lemenni, hanem attól egy kicsit magasabban lenni, és magunkhoz emelni, és a költészetet velük megismertetni, megszerettetni. Értékes költészetet, József Attilát az altatóval, aki még nem ismerte, de már tanulta, vagy az Iciri-picirivel, amit Móricz Zsigmond írt, de Móra Ferenc Cínege cipője is, ami annak idején iskolai tanulmányom volt még nekem is az első elemében. A gyermekkoncert népszerűségét mi sem mutatja jobban, hogy 150 óvodás és általános iskolás nebuló érdeklődött. Itt minden kisgyerek ingyen, bérmentve jut most a kultúrához. Ez szerintem egy nagyon jó hangulatú, vidám, sok hangszert megismertető rendezvényben lesz része a gyerekeknek a balalajkától, a különböző doromb hangszereken át mindenen fog Balázs játszani. A következő dallamkaland májusban lesz az MMK-ban, addig pedig a színes programpalettáról válogathatnak az érdeklődők a www.mmkkht.hu weboldalon. Következnek kiemelt híreink még egyszer, röviden. 14 milliárd forint értékben fejleszt a Dunaújvárosi papírgyár. Február 28-a óta tűzgyújtási tilalom van érvényben. Jubilált a kapcsolda. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Időjárás jelentés következik, majd Hír Plusz című műsorunk után Tóth Veronika és Szépkor című magazinunk érkezik. Anyagainkat pedig bármikor visszanézhetik honlapunkon a www.dplusztv.hu weboldalon. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm kedves nézőinket! Egy jó hírrel kezdhetjük a mai időjárás jelentésünket, ugyanis holnap nagyon szép időre van kilátásunk. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett délelőtt hosszabb, délután rövid időre kisüt a nap, és estig nem várható csapadék. Bár a déli délnyugati szél megerősödik, ezen a napon akár 20 fokot is mérhetünk. Péntektől sajnos egyre rosszabbra fog fordulni az időjárás. Többnyire erősen fátyol felhős lesz az ég, szűrt napsütésre van kilátás, helyenként esőre is számítani lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 fok körül alakul. Szombaton gyengén és erősebben felhős időszakok, területek váltakoznak majd, a délnyugati déli szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 15 fok körül várható. Aztán a folytatásban is egyre alacsonyabb lesz a hőmérséklet, a jövő héten már 10 fokos napi maximum értékkel számolhatunk, így aztán igazán változatos, a március elejére egyébként jellemző időjárásban lesz részünk. Orvos-meteorológiai szempontból a holnap várható melegfronti hatás az arra érzékenyeknél fejfájást, elfáradást, álmatlanságot, a teljesítő képesség csökkenését okozhatja, gyorsabbá válhat a szívműködés, a légzés. Igyekezzünk türelmesek lenni a másikkal szemben, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, mint a képen látható rétisasok, amelyeket Molnár Péter kapott lencse végre. Továbbra is várjuk az önök fotóit az info@dplusztv.hu e-mail címre, amelyet szívesen megosztanának velünk, hogy ezzel is színesíthessük időjárás jelentésünket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!